Köszöntöm Önöket, ez itt a Kötött Fogás újabb száma, és akit ma is jól megmondják, Csintalan Sándor. Jó napot, üdvözlök mindenkit. Rejkert János. Adj Isten. Lévényi Pista. Jó napot kívánok. És Gulyás Balázs. Szép napot a nézőknek, sziasztok drága urak, ahogy a klasszikus mondja. Gulyás Gergely. Gulyás Gergely, a Kormányinfón állandóan belezavarodik az utóbbi időben, meg ideges lesz. Meg hát magát a Fideszt is bosszantják, hogy szivárvány színűre festik a parlamentet, stb. De azért én most már nekem az az érzésem van, és kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok, hogy ugye itt lehetett lopni, be lehetett szántani a teljes ellenzéki sajtót, szét lehetett gyalázni ezt az egész társadalmi közbeszédet, le lehetett húzni a moslékig a nemzetnek a legnagyobb részét, se egyáltalán nem érdekelte az EU-t. Egyáltalán nem, de most ez a törvény, ami egyébként gyalázatos, ez most szinten marad két hétig mindenféle formában. Na most emiatt nekünk esnek, hogy még a pénzt is meg fogják vonni. Szóval azért valahogy valami nincs rendjén, nem gondoljátok? Ezredszer, de ezeregyszer is megpróbálom. Először is ugye nem gondoljátok komolyan, hogy mondjuk az unió polgárai azzal kellnek és fekszenek, akár egyébként a bizottságig bezárólag, hogy éppen Magyarországon mi történik. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ez szépen rakódott, mint a guánó. Ezt én úgy fogom fel, idézőjelben és némi iróniával, hogy az utolsó cseppek egyike. Sok csepp lesz még. Sok csepp lesz még. Azon kívül, amit szintén megint el kell mondani, hogy jó lehet, gyakran hivatkoznak Moszkvára, ugye az Orbánék. Az Unió nem Moszkva, Brüsszel nem Moszkva. A lisszaboni szerződést legújabban, de az alapító agyákra is gondolok. Mikor megkötötték, akkor nem gondolta senki, hogy ennek a klubnak mondjuk, mit tudom én, lesz egy olyan tagja, aki bejön, és akkor egyszer csak odaszarik az asztalra, amúgy meg elkezd fasiszta lenni. Itt most őrült nagy terminológiai viták vannak, hogy ez a rendszer milyen. Én hagyd nevezzem egyszerűen csak egy fasiszta rendszernek, pont. Most azt is hallottam, hogy ordoliberalizmus, de ki a tököm érti azt, hogy mi az, hogy ordoliberalizmus. Ordoliberalizmus. Orda, az tudod, Erdélyben ilyen igen, sajnál. Igen. Tehát én, amiből az is következik, hogy az uniónak, ha úgy tetszik, az unió bürokráciájának, a bizottságnak nincsenek eszközei. Nem voltak, nem, a rendszer maga nem készült egy ilyen szituációra. Ebből adódóan most keres eszközöket arra, hogy mondjuk azoknak az alapvető irányelveknek érvényt szerezzen, hogy ez nem egyszerűen csak a szén és vas közössége, hanem ez egy értékközösség is. És nem kalkulált senki azzal, és akkor befejezem, hogy mondjuk mit tudom én, a magyar kormány igazságügyi minisztere azt mondja kereszténydemokrataként, kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondoltok, hogy az, hogy jó és rossz, az egy értelmezhetetlen fogalom. És ennek a politikai konzekvenciáit gyakorolja Orbán. Igen, ilyen értelemben egyelőre impotens az unió, vagy legalábbis csak félig aktív, vagy egy kicsit puha a nemi szerve, de ezzel is meg kell tanulni, hát hogy is mondjam, kapcsolatot teremteni. Igen, tényleg az van, amit Sanyi mond, hogy itt volt például az Elios ügy, nem? Igen. Hát mit tud csinálni az unió? Kinyomozták, de úgy, hogy az utolsó milliméterig, hát minden ott volt. Tehát még azt lehetett tudni, melyik laptopon pályáztam, tehát minden. Mit csinálta Orbán kormányok azt, hogy hát, ja, a családot támadja az unió persze, mert ugye a vej, bő. És akkor lemondtunk a pénzről inkább. És ettől kezdve az unió már nem tudott mit kezdeni az ügyel, de attól még azért ott van az ügyecske, szerintem az még jól fog jönni. Hát kifizetem a magyar kormány, Pisti. Azt mondom, hogy lemondtunk a pénzre ennek örömére. Hogy valóban nem voltak, hát erre nem voltak felkészülve. Hát az olaf az még kutya füle volt. Hát arra voltak felkészülve, hogy mindenki... Az olaf az még kutya füle volt. Mindenki itt fog működni, hogy mindenki beteszi a közösbe, és majd együtt, és majd szép közös jövő felé. És az, ami történik Magyarországon, az eszükbe nem jutott soha, hogy ez előfordul. Tehát most ugye, nincsenek ilyen eszközeink, mert még egy kis amatőrizik vagyunk, nem tudom, ez így működik bármilyen szinten is, ha én így megmutatom? Hogy most itt tartunk. Ja. Dunántúli napló, a gyerekeket sem kimérik már a homoszexuálisok című. Ami mondjuk el, hogy a Kesmának a megyei lapja Baranya megyében. Igen. Akkor jelenik meg ez a cikk, és azért
tudjuk, hogy ott a Kesmában semmi nincs véletlenül, csak az, hogyha valami jót csinálnak, az... Szóval, hogy akkor jelenik meg ez a cikk, amikor Orbán Viktor megy ugye már megint tárgyalni valahova, és tudom most épp hova tart, és bejelenti a repülőtéren, persze még itthon, mert ezeket mindig itthon jelenti be, hogy nem engedjük, hogy Brüsszel LMBTQ propagandisták vezényeljen Magyarországra. Az óvodákba, meg az iskolákba. Tudjátok, azon gondolkodom már ilyenkor, hogy mi ez a dágvány, amit most Magyarországnak neveznek per pillanat? Tényleg ez? Tehát komolyan? Nyilván azokat nézzük, akik velünk értenek, hogy mi véleményük az van közel az ő véleményük, akkor kvázi ezt így érteni fogják. Inkább azokhoz szólni, akik nem. Komolyan azt gondolják, hogy ez normális élet, az állandó elbaszott háború, mindig mindenki ellen, egymás ellen, hogy nincs egy nyugodt másodperc, hogy minden reggel arra kell felébredni, hogy mi az állatságot talált ki Rogán, meg az összes tetves hülye izé, propagandista barom. Tehát tényleg ez az életünk? Tehát menjenek már el, könyörgöm, menjenek túl a országhatáron, megint lehet. Ha lassan már az a baj, hogy már Romániába is lehet küldeni, hogy egy kicsit feltöltődjenek az emberek. Menjenek el, nézzék meg, hogy élnek a mediterrán országokba, Horvátországba. De mondjuk a csehek, nem? Nézzék meg, hogy milyenek a hétköznapok. Hogy az a legnagyobb problémájuk, miközben azért a cseh közéletben is van pörgés, de az úgy folyik, zajlik, meg megoldják. De az a legnagyobb problémájuk, hogy melyik sörözőbe ígyanak meg este a barátaikkal egy sört. Nem az, hogy a homoszexuálisok támadnak, meg mindig valaki támad. És komolyan mondom, hogy nekem akkora csalódás most már ez. Óriási csalódás, mert az, hogy ez megtörténhet, ahhoz kell egy nép is, bassza. Hát, ugye ez az, hogy te mit csinál, mert amikor a gyerek megkérdezi, bocsa, fél mondat, hogy mit csináltál te akkor, amikor pont kijött az a hír, hogy a homoszexuálisok támadják. És elnézést a csúnya szavakért, mert ilyenkor még ráadásul magamra is haragszom, mert azt érzem, hogy ezzel az ostoba háborús pöcséggel lehúznak engem is. Már nem tudok higgadtan vitatkozni. Tehát most, ha írok egy posztot a Facebookra, általában olyan vacak, mint ez a monológ, amit itt az előbb előadtam. És akkor visszaolvasom, és azt mondom, Laci, ez nem én vagyok. Nem én írtam. Én nagyon elkezdem kiírtam, és a végén marad egy mondat. Hogy én nagyon remélem, hogy ez vagy, mert ez az egyik legfontosabb gondolat volt, amit itt elhangzott ennél az asztalnál, beleértve azt a 188 millió adást, ami elhangzott. Úgyhogy én köszönöm, hogy elmondtad. De! Hogy tovább folytassam a depresszív korszakod továbbfejlesztését. Hozzatok egy kés gyereket, igen, hogy nyiszálnám az ereimbe. Csoda, biztos van itt egy tudjátok, gyerek, ez egy az a baj, hogy nem áll meg itt a dolog, hogy minden reggel arra ébredsz föl, hogy szarkedved van, mert elolvasod, hogy éppen kit kell gyűlölnöd, hanem tovább megyek Pécset, megvertek két meleg orvost. Ja. Azt nem tudjuk, hogy miért. De meg oké, tegnap volt az első tárgyalási napja egy olyan nőnek, akit a szivárványos táskája miatt vertek meg. A másikat leköpték Budapest belvárosába, mióta ez az egész szemétség zajlik. És ne essék félreértés, én nagyon nem szeretném, hogyha az én gyerekeknek mondjuk katolikus iskolában járnak, tehát ez a veszély minket nem fenyeget, de nem szeretném, hogyha a gyerekeimnek akármilyen propagandát, bármit nyomatnának. De ez a jogszabály nem erről szól. Ez az egész buli, amit itt vezetnek, nem erről szól, hanem arról, hogy mi erről pofázunk, akkor, amikor közben meg 35 évre ellopják alulunk az autópályát, amikor az egész magyar államot gyakorlatilag kiszervezik, és mi itt ülünk, és arról pofázunk, mert pofáznunk kell róla, hogy megverik az embert az utcán, azért, mert ezek az állatok, ezek uszítják az embereket egymás ellen. És ugyanaz a düh van bennem is, Pisti, ami benned van, és nagyon-nagyon fontos, amit elmondtál. Elnézést kérek, én is a nézőktől, hogy ilyen feldúlt vagyok. Az a helyzet, hogy nem tudom, a sor végén mindenkire szeretnék, vagy tudnék egy kicsit reagálni. Sándorral, amiről már beszéltünk, tehát hogy arra céloz mindig Sándor, hogy az Európai Unióban, amíg ez az Orbán Viktor-szerű, hogy mondjam, ördögi zsenialitás meg nem jelent, tehát hosszú évtizedeken keresztül senkinek nem jutott eszébe, hogy lehet másképp is viselkedni, mint hogy jóhiszemű joggyakorlók vagyunk. Tehát ez az alapvető minden jogállamiságnak és minden normális európai gondolkodásnak az alapja a jóhiszemű joggyakorlás. Orbán Viktor, amióta ott lehet és benne van ebben a dologban, soha nem jutott eszébe, hogy jóhiszemű joggyakorló legyen.
mindig a határokat feszegeti, mindig azt nézi, hogy hogy lehet valamit sundámbundámolni, stb. Kijátszani, megforgatni. Az ügyvédek beszélő izéje, hogy elmagyarázzuk, hogy az a szó épp akkor nem is azt jelentette egyébként. Hát ez Tukididésznél benne van a peloponnészoszi háborúban. Úgy lehet szétverni a demokráciát, hogyha a szavaknak a köznöfalmi általános mindenki által megszokott jelentését elkezdjük kiforgatni. Ez az Iliosz volt erre a példa, amit István említett, hogy ugye az Iliosz, mikor ugye nyilvánvalóvá vált, hogy egy mocskos lopás, ugye az Orbán vejének ez a cége, akkor kivették az uniós támogatásból, de hát ahogy Sándor is jelezte, azért alá kell húznunk, hogy tudják a nézők, hogy nehogy ma azt higgyék, hogy az Iliosz nem fizették ki Orbán Viktor vejének, dehogy nem. A mi pizénte, az utolsó fizetők. És az adófizetőknek ez dupla kár volt, mert egyrészt elestünk a 13 milliárdos uniós támogatástól, amit vissza kellett fizetnünk, plusz odaadtunk 13 milliárdot a miniszterelnök úr drága Lászlós vejének. Csak tudni kell, hogy mindig túl tehát azért annyit meg kell jegyezni, mert túlkérés van, tehát 100 000-nél többet kérünk. Tehát, hogyha valami nem megy át, akkor van másik projekt beadva helyette. Tehát az első 13 millió, de nem tudom, hogy elbuktuk-e. Ezen túl vagyunk, és ne bogyan is túl. Elbuktuk. Mindegy. Jó, akár el is bukhattuk, csak én azt mondom, amit tudtam. Na most még egyetlen egy dolgot azért mindenképpen ajánlanék nektek is, magamnak is egyébként, mert hát én is emberből vagyok, hogy még egy pár hónapig ki kellene bírnunk, hogy nem vesszük fel a kesztyűt. Most annyival vagyok okosabb, mint 3 hete, amikor ez a törvény meg az egész balhé kezdődött, hogy most már gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor nincs meglepve. Beszámolta ezt, a konzultációs plakátkampány győzött meg róla, tehát hogy nincsen a kormánynak jövő évre racionális üzenete. Kizárólag indulatokból akarja felépíteni a jövő évi győzelmét. Hát amit István mondott, ahhoz kell csatlakoznom, hogy a nép. Tehát mi mutassunk példát abban, hogy nem veszítjük el a fejünket, mert az nem segít. Hát eddig a percben, ha belemegyünk. Igen. Szolid polgári stílus. Igen. Hát csak ha belemegyünk, azzal őket erősítjük. Hát jó, nyilván. Persze. Én hát azt most... mondanám mindenkinek, hogy harapja be az ajkát, és jövőre küldje el ezt az egész társaságot. Jó, csak tudod, az a baj, hogy igen, amit én ott az első kis monológomban elmondtam, abból én magam is összetudnék propagandistázni remek anyagokat, hogy Dévény utálja a magyarokat, meglenéz, megelőz. Persze, tudom. Csak amikor már személyes ismerőseid sorsán keresztül látod azt, hogy ők hogy élik meg ezeket a történeteket, az már azért kicsit más. Már most azokra gondolsz, akik nem értenek egyet veled? Nem, már azokra gondolok, akik melegek, és ismerem őket. Ja, hogy és beszélek velük, hogy milyen utolsó trágya szarnak érzik magukat a saját hazájukban. Olyan emberek, és akkor közben ismerem a propagandistákat, hát mi ismerjük ezeket a figurákat, akik csinálják ezeket a vaskokat. Hajjaj. Nem az a lényeg, nem az a lényeg. Hát azt oldják meg ők a saját lelkiismeretükkel, biztos megtudják, ahogy egykori főnökre mondta, ugye, arccal a kassa felé. Mindig ez volt a mondás, amikor mondtam, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz. Arccal a kassa felé. Jó. Milyen kassa? Ez most elég hülyén fog hangzani. Ajánlom magunknak, meg néhány barátunknak figyelni, mert ma Belémesi lesz a Jeszenszkinél. Na hát, jó. Ezzel nem akartam mondani semmit, ha nem mi értik, nem baj. Belémesi lesz ma este a Pesti télén. Egyébként Csavát kérdezem. Jó, hülye vagyok, bocsánatot kérek. Nem mindenki olyan perverz, mint te Sanyi. Azt rajtad kívül nézi valaki, Sanyi? Nem. Meg a kutyáid is. Igen. Szóval, hogy amikor személyes történetek vannak, és tudod, hogy jó ember, tudod, hogy rendes hazafi, adófizető polgár, csak más. Egyetlen egy baja van, hogy más. Ez Magyarországon most már súlyos hiba. Bűn, ugye, ott tartunk lassan. Hát és tudod, hogy jó ember, adót fizet, nem lop, betartja a törvényeket, betartja a szabályokat. Ha felszáll az elcseszett BKV buszra, lejukasztja egyet akkor is, hogyha nem jön az ellenőr. Normális polgár, csak más. És akkor ismered ezeket a figurákat a propaganda médiába. Ismered a szennyes ügyeiket. Olyan. Tudod róluk személyesen, hogy melyik. Persze, nem kezdhetünk vele semmit, csak tudod. És ki is bukott, volt, aki az Ereszen csúszott le, az egész sztori onnan indult el, hogy Szájer József lecsúszott az Ereszen, és valamit kezdett ezzel a problémával. Csak a kettőt, amikor a kettőt így együtt látod, akkor már nagyon nehéz polgárnak maradni meg, hogy fogjuk vissza magunkat, meg beszéljünk szépen, mert ez most már nem arról szól a dolog, hogy mindig van lejje, nem? Ez most már egy ilyen, nem tudom, milyen úszító, állam formává kezd alakulni.
És próbálod megvédeni azokat az embereket, akik tényleg most már védelemre szorulnak, és azt veszed észre, hogy nem tehetsz semmit. És olyan hülyeségeket küldözgetnek, és a fideszes ismerőseim lelkesen ilyen mémeket küldözgetnek, hogy a magyar izé megvédi a gyereket, a családot, itt a boldogok, és ettől vagyok elkeseredve a legjobban. Igen, az van, hogy vitázunk, ez egy orgazmus közeli állapotban örülnek neki, hogy hergelve van. Erről nem lehet vitatkozni, ez a baj. Tehát én el fogok menni szabadni. Én is. Az a bajom, hogy egyrészt ebben az egész sztoriban, amit itt az Orbán produkál, különösképpen semmi innováció nincsen. Az, hogy mondjuk az ilyen típusú hatalomgyakorlás, de hát te is hívtam a görögökre is, ezek régi klasszikus dolgok, annyiban más, hogy itt szeretném itt felhívni a figyelmet, egyebek mellett köszönhetőnek annak, hogy itt ülünk az Unióban, és nem bielorusz vagyunk. Tessék csak megnézni, hogy mit csinál a Lukasenko ott a saját ellenzékével. Pusztán csak ezért nem csinálja az Orbán velünk, és nem ment még idáig, de el fog, ha nyer, ebben biztos vagyok. Mert nem hasznos egyelőre, Sanyi. De meg nehéz. Szóval amikor olyan pillanat volt, hogy szükség volt rá, emlékezzél vissza, amikor a választási irodába oda kellett küldeni a kopaszokat, hát akkor oda küldték a kopaszokat. Amikor ki kellett dobni a Hadházit meg a Szél Bernadettet az MTVA székházából, akkor kidobták őket, erőszakkal rájuk feküdtek. Tehát amikor kell, akkor azért elmennek. Úgyhogy elő fogják venni, igen. Egyszerűen de azért, nem érzik hasznosnak egy jó, de egyelőre azért abban is egyetértettünk. Szerintem nem mondta el annak, amit te mondasz. Az Unióban ezt körülményesebb megcsinálni egyelőre. Ez az egyik dolog. Ez így van. A másik dolog, amit akarok mondani, Janó, szóval ezt azért elég régóta látjuk, tehát itt nem... Ami ebben a dologban ilyen abszurd, csak ilyen anekdotikus, az ember mindig tényleg úgy képzeli, hogy nincsen lejjebb. Én tegnap délután mentem valahova, délelőtt ugye megnéztem a izét, és ezt az új konzultációs plakátot, ahol fújja a taknyát a emoji, hogy kell ezt mondani? Emoji. Emoji, jó, oké. Én végig azt hittem, hogy itt mindenki hülye. Tehát mit szórakozunk már, annyira bunkók vagyunk már, hogy izélgetjük ezt a szerencsétlen Fidesz nehetet. Hülyék ezek? Na! Kétszer majdnem neki mentem a villanyoszlopnak, a Zöldmári úton, ahogy hívják, ott láttam először, ott van egy ilyen hülye, egy ilyen teljesen elmebeteg körforgalom. És tényleg fölmentem a izére, mondom, barát, hát ez itt van velem szemben. Ez nem vicc. Ez nem vicc. Most ne haragudjatok erről, amúgy, most gondoljunk bele, erről mit lehet beszélgetni? Semmi. Hát nem is azért csinálom. Nem tudod, na, erről beszélgetni. Na, de hát, hát ez a program, Janó. Figyelj ide, csak azért, hogy ez nem volt mi, azért magamat is mentegetve, azért az első Orbán kormánynál ez még nem egészen így volt, és amikor a Viktor csak nem volt elég, amikor azt mondta, hogy csak egyszer szerezzük meg a hatalmat, de akkor nagyon, hát igen, ő akkor már tudta meg Ungvári Rudolf nagyjából ketten az országban. Most csak annyit ad mondjak, hogy lehet, hogy a nézők félértik, de én legalábbis úgy értelmezem, hogy Sándor alapvetően azt erősíti meg, amit mondtam. Igen. Nem lesz racionális vita, és azért lehet, kértem, hogy törődj be, hogy hát mondjak egy mondatot, mert belém szárad még ítéletlen. Tehát ugye, amikor István mondta a homoszexuális barátait, hogy meghurcolják, hogy szeretném elmondani, hogy én is más vagyok. Tehát ezzel nyomatékosan felhívnám a figyelmet. Nem vagyok homoszexuális, nem ebben azért. Abban, hogy én komolyan gondolom a kereszténységemet. Ezért nekem ebben az országban sok-sok dolgot kell lenyelnem. Mert azt nagyon rossz néven veszik ma. Tehát egy csomó barátomat veszítettem el, akit megbolondított a rendszer, nem szívesen beszélnek velem, régi kollégáim nem mernek fölhívni, mert félnek, azért, mert látják, hogy a rendszer, amit szolgálnak, nem keresztény, de rajta van a máz. És ez legalább akkor a probléma, már, egy csomó embernek... Ez már kicsiben állapot, tehát ez már kicsiben az a fehér orosz állapot. Ez ugyanolyan probléma egy csomó honfitársamnak, és ha szabad így fogalmazni, veszem magamnak a bátorságot, hogy elmondjam, hogy az ő hangjuk szeretnék lenni. Ebben az országban vannak valóságos keresztények, akik pontosan tisztában vannak vele, hogy amit a kormányzat művel, az köszönő viszonyban sincs a kereszténysége, és a legrosszabb vonásai közé tartozik az, hogy kiforgatja a tanítást. Tehát ezért mondtam, hogy más vagyok, és úgy gondolom, hogy sokan vagyunk, akik emiatt, ugyanúgy, mint a homoszexuálisok, csak hát mutatis mutandis, hallgatnunk kell és nyelnünk kell. Az, hogy a Fidesz mit gondol
a saját híveiről, mert nem a, nem a Dévényi István gondolja azt a magyarokról, hogy hülyék, hanem a Fidesz gondolja azt a magyarokról, ez meg a saját híveiről, hogy hülyék, az ez a plakátkampány kiválóan bizonyítja. Tehát az a párt, meg az a kormány, amelyik úgy gondolja, hogy emojikat kell fölrakni a plakátra, meg ilyen uszító szövegeket, és az elég az ő közönségének, az, az nagyon azt gondolja, hogy az ő híveit buta, bunkó emberek alkotják. Pedig nem. De igen, nincsenek érvei. Mert közben szekta lettek, tehát ugye vallás lett. Ez egy vallás, persze. Igen, és ezért el is hiszik, és föl is háborodnak, mint ahogy Varga Judit is fölháborodott azon, hogy Orbán Viktort a diktátorok közé sorolták. És én elhiszem, gyerekek, én elhiszem, pedig az egy okos nő. Én elhiszem, hogy ő tényleg fölháborodott. Ő tényleg fölháborod, nem? Én a következőt javaslom egyébként, tényleg szokjunk le, ne is foglalkozunk se Gulyás Gergely, se Varga Judit lelkevilágával, meg azzal, hogy amikor egyébként valaki okos, az egyébként hogy függ össze az érzelmi intelligenciájával. De ne haragudjatok, újból, csak azért... Sokkal nagyobb bűnös. Ugye egyrészt, na, azt szeretném mondani, hogy az egy dolog, és nagyon fontos, amit mondtatok, én múltkor is szóba hoztam, ami engem ebben a dologban aggaszt nagyon, az iskolás gyerekek. Azok iskolás gyerekek, akik egyébként most ilyen identitás izékkel küzdködnek, akik beleszülettek egy világba, ahol már eljutottunk odáig, hogy így, úgy, amúgy erről lehet beszélni. Hát mi elég vének vagyunk, Janó, látunk már sok mindent. Amikor nem lehetett erről beszélni, azt kell, hogy mondjam, és ezt remélem, nem érti félre senki, bizonyos értelemben jobb volt, mint amit most az Orbánék ezekre a gyerekekre rászakítottak. Nekem van olyan ismerősöm három gyerekkel, hűséges Fidesz szavazó, akivel az utóbbi hónapokban elég közel és bizalmi viszonyban is keretünk egy, na minden, nem mondok többet, semmilyen módon ne ismerjenek rá, de van más is ilyen, aki, mit tudom én, nem panaszolta néhány hónappal ezelőtt, hogy el kellett vinni a gyerekét iskolából, mert egyébként összeverik rendszeresen, mert hogy feminin egy kicsit. Mondjuk a szülő egyébként azt mondja, hogy na de hát ez tényleg abszurd, és erről úgy beszélgettünk, de bizonyos határokon nyilván nem fogok átlépni. Most, amikor legutóbb voltam nála egy ilyen kezelésem, pont a jogszabály elfogadása után két nappal hullasápadtan fogadott, és azt mondta, hogy itt most az én fiamra ráhúzították a rendszert. Mert ez a jogszabály azzal egyébként, hogy ugye kriminalizálta, tehát egy jogszabály keretében fogva kriminalizálta ezt a magatartást, úgy, ahogy 100 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt kriminális és BTK-s volt ez a fajta identitás, ha úgy tetszik. Azzal, hogy ebbe az egy keretbe tették, most már alig telt egy-két nap, te raktad ki. Direkt nyílt uszítás. Pont olyan uszítás, mint amit kiforgatva láttam egy propaganda tévében tegnap, mint amikor a náci Németországban úszítottak a zsidók ellen. Meg a homoszexuálisok. Igen, 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 igen. Pont olyan érzékenyítő uszítás. Igen. Igen. És most ezeket a gyerekeket képzeljük el egy kicsit. Említsük már meg őket. Őket. Vagy az, amelyik XY gimnáziumból a valamikori szomszédomnak a gyereke idáig, fiúként, lányruhába járt a gimnáziumba. Most ő vele mi lesz? Na ő vele most mi lesz? Hadd reflektáljak a Sándorra, mert hogy ugye ugyanolyan vizsgákat tettünk le annak idején, igen. És én 41 évvel ezelőtt, 1980-ban az országgyűlési választásra nem mentem el, mert már rákövetkező napon vizsgáztam általános és fejlődés lélektanból, és nagyon érdekes visszaemlékezni, hogy miket kellett akkor megtanulni, és hogy ez hogy viszonyul ahhoz, ami ma folyik. Mert ugye a pszichológia egy politikailag érzékeny tudomány. Na most azt akartam mondani, hogy amit a Sándor mond, azt úgy azzal szeretném megerősíteni, hogy igazándiból ezeknek a kisgyereknek a férfiassága meg a nőiessége az most alakul ebben a korban, ami érzékeny korban vannak, amiben akkor, amit te mondtad, hogy nem lehetett beszélni, akkor adta vissza az iskola rendszer a családnak a jogot, hogy tudomány, ők beszéljenek. Tudomány nem ezt mondja, azért ez közbe kell szóljak, hogy a tudomány nem ezt mondja. Na, most de hagyjuk, a múltról beszélt, de hadd fejezzem be egy pillanat. Akkor sokkal inkább a családnál maradt, mint most ebben az őrült kampányban,
amikor minden csapból ez folyik, és a családok nem tudnak mit kezdeni, hogy szembe jön ez a rettenetes oszítás, és hogy tudja kivonni a 10-12 éves, 14 éves gyerekét ebből az őrületből, amit a kormány most teremtett. Törvényben foglalták, hogy ez kriminális. Hát de azért nem olyan, mint 60 évvel ezelőtt. 60 nem, évvel nem. ezelőtt felnőttek között is tiltott volt. Igen, igen. Most azért... Na jó, de hát... De figyelj ide, hát de nem véletlenül. A következményei... Én nagyon szeretnék most 60 évvel ezelőtt lenni, nagyon egyszerű ok miatt, mert akkor még működött a biológiám. Tehát másokom nincsen rá. A nők ezen másképp vannak, igen, semmi, igen. Nem? De érted, Balázs, de hát most már mégiscsak itt élünk ebben a világban. Látunk kell, hogy más lett a közeg, a globális, a nyilvánosság, az élet. Ezektől a koloncuktól megszabadult. A világ egy jelentős része megszabadult. Az iszlám még nem. A világ egy jelentős része megszabadult. Az a kultúrkör, amihez mi tartozni akarunk, nagy, meg tartozunk is, adióta is tudjuk, meg mindig tudtuk, ide, európai vagyok, bassza meg. Na, ebben a kultúrkörben ez már nincsen kriminalizálva, és akkor visszalépünk 30-40 éve. Várj, és mi lesz, hogyha elkezdik ezt a törvényt betartani? Hát erről beszélek, Sanyi. Most, de nem fogják egyébként betartani, ez nem arra van ez az egész törvény, ez kommunikáció. És egyébként beszéltek itt fejlődési élettanról, meg tudományról, meg Sanyi elkezdi elemezni részletesen. A miniszterelnök úr megmondta, azok lesznek homoszexuálisok, meg nem váltók, akik csúnyák, meg buták gyerekkorukban, és ezért kikosarazzák, vagy kamaszkorukban, és ezért kikosarazzák őket a csajok. Ezt megmondta explicit egy héttel ezelőtt. Úgyhogy hagyjuk a fejlődés lélektant, vannak egyszerű igazságok. Az a baj, hogy én nagyon félek ettől a idei Pride-tól. Lesz Pride? Lesz. Lesz, 24-en, a születésnapon mondta. Én rettenetesen tartok tőle. Most tartasz tőle, ezek nagyon ügyesek. Ja, gondoltok, nagyon ügyesek. Most, ez azt gondolom egy darabig, mondjuk így a választás előtt, ez a Pride biztonságos lesz. Ja, lehet, hogy igazad van. Ez a Pride biztonságos. Ez az első, amire elmegyek. Ó. Hát szerintem most mit tudsz tenni mást? Hát legalább ennyit. Hát ő járt is, én még soha nem voltam, és eszembe se jutott, mert nem éreztem magát az ügyet, ezt a társadalmi vitát, én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Azt tapasztaltam, hogy a LMBTQ közösségen belül se egyértelmű a Pride-nak a megítélése. Sőt. Hát akkor én meg úgy voltam vele, hogy akkor ez egy érdekes dolog, most érdekes magam. Dolgot mondasz, mert de most elmegyek. Én nagyon az ellen voltam, hogy ezt nem kell kivinni az utcára, meg nem kell mutogatni, de most ebben a helyzetben lehet, hogy az egy más történet. De eddig nem kellett kivinni az utcára. Tehát eddig nem kellett kivinni az utcára. Ezt a dilemmát mondom én. Valahol furcsa, hogy ez lesz az első igazi Pride, nem? Amikor arról szól, hogy nem félő. Ja. Ez érdekes. Csak az a baj, hogyha ügyesek, akkor megint lesznek keresztel, láncokkal táncoló papok a platón. Na, és én akkor meglátom, egyből húzok is haza. Hát mert innentől fogva, és akkor erről szól majd az egész. Tehát mármint a kormány propaganda. Hát mondjuk én tudok csinálni, hogy kimegyek és közvetem élőbe, és ha azt látom, hogy egy keresztel vonagló pap van, akkor azt mondom, hogy a lófasz. Jó, hát ezek között is vannak szép száma a hülyék. Nem tudod, ki az ebben provokatív. Jó, ebben a közösségben is vannak hülyék. Hát mint a többségi társadalom, azért elég szép mennyiségű statisztikai hülyét tudunk felmutatni, de csak úgy mellékesen jegyzem meg, mert előkerült ugye, ami az Isten a pedagógus képzés, még ha áttételesen is éppen ugye a napi hír, vagy tegnap előtti hír. Na ehhez mit szóltak, fiatalok? Gyárilag hülye vagy, mennyi tanul? Ugye, akkor mondjátok el, hogy miről szól a sztori. Igen, vagy szól. Na, szóval a sztorinak az a lényege, ugye, hogy a tanárképzés átalakítására sor kerül most. Hogy nem kell többet tudni a tanárnak, mint ami a középiskolai tanárnak, mint ami a középszintűre. Tehát a középfokú... Kivek a kocsmába, jó? Majd szóljatok, ha vége az adástok. Nem mindig úgyis föl... De várj, bocsáss meg, de ha már is csak úgy véletlenül. Egyszer hadd vezesse a műsort a Sanyi. Jó, de Isten ő! De Sanyi most ne legyél már ilyen feminin az Isten állam. Figyelj, na azt akarom kinyögni, hogy ha már... Tehát a középfokú érettségére kell fölkészítenie a tanárnak a diákot, ennyi tudás kell neki, és most már egyébként az is bele van fogalmazva, hogy mindaz, amit e fölött akar megtanítani, a diák is csak akkor sajátíthatja el, hogyha ezt nem nappali képzésben tanulja meg, és egyébként a tanár, maga a főiskolai tanár, ugye most kapták meg a tanszékek ezt a levelet, maguk a tanszékek is, csak és kizárólag alternatív, és hát ugye nem nappali képzésben oktathatják a plusz tudást, ami esetleg több, mint a középfokú ez nem az érettségihez. A
tartozó tudás, ez mekkora királyság. Ez nem azzal fog járni egyébként, hogy lesznek, akik csak ezt az egyszerűt tudják, illetve nem megfizetni, hanem az államiban részt venni, és majd lesznek a kiváltságosok, akik plusz tanárt fogadnak, stb. Meg, hát, és fel... a tiltás hát, maga, milyen, kul, is, milyen műveltségkép ez? Hát már most is veszik ki a gazdagabbak a gyerekeiket ebből az iskolarendszerből, és ez a társadalom végletes megosztás és a magyar gyermekek jelentős hányadának a rabszolgasorba kényszerítése, vagy taszítás ez az egész. Hát nézd, és a kormánytagok gyermekei milyen törvényjavaslatok vagy gondolatok vannak a fejükben, nem tudunk más mondani, mint hogy ez nyilvánvalóan stratégiailag eldöntötték. Hát ez egyszerűen megértem, dráma. Megértem, 67. évenben vagyok, 66 éven vagy 30-valahány éves közéleti pályafutásomban, ha bárki olyanokat mondott, tudjátok, ez sokszor volt ilyen, hogy a hatalom arra készül, hogy meghűjtse a társadalmat és lebutítsa. Én mindig kikértem a mindenkori hatalom nevében ezt a gyalázatos feltételezést, és most itt van. De jure és de facto. Hát nincs annál nagyobb evidencia, hogy az oktatásba kellene fektetni egy ilyen ország, ilyen szituációban lévő országnak, mint Magyarország. Minden erről harsok, hogy oktatás, oktatás, oktatás. Nem, és ha nem, emoji. Ők leépítik. Emoji. Ugye, emoji. Jól mondtam? Emoji. Jól, jól. Már érdemes volt eljönni. Boldog. Műsorvezető úr? Ne, parancsoljatok, Gergely! Zsanyi, téged várunk! Jó. Kicsit én rettenetesen élvezem, hogy nem kell maszkot vennem, amikor bemegyek valahova egyáltalán, hogy kicsit megpesdült az élet. De ma, amíg a kocsiban ültem, és az legalább másfél óra, amíg ideérek, két szakértőt is a különböző csatornákon hallottam, akik biztosra mondják, hogy októbertől negyedik hullám lesz. Bár elsősorban a fiatalokat fogja érinteni, meg azokat, akiket nem oltottak be. De közben meg visszatérve és megint visszakanyarodva ugyanoda, hát egyszerűen döbbenten állok azelőtt, hogy meghalt 30 ezer magyar. Elképesztően szarul kezelte a kormány ezt az egészet. Átvágták például engem is, nem tudom még kit, mert én is Sinopharmot kaptam. Vártam volna még egy hetet, hogyha a Pfizert kaphattam volna, az biztos, de elhittem, hogy azt el is hiszem, hogy ugyanolyan jó, abban nem is vitázom, de gondjaim lesznek az utazással, már pedig elég sokat nem utazok, nem csak gondjaim. Azzal. Azt mondod? A Videótonban volt egy felmérés, ott a vállalat nagy részét, a vállalat gondoskodott róla, hogy Sinopharmmal beoltsák, beleértve a 60 év felettieket, és készítettek egy viszonylag nagy mintás mérést. 60 év felett az egyharmadának, a Sinopharmot kapottak egyharmadának, nincs nulla, tehát nem az, hogy van valamennyi, nulla ellenanyaga van, védettsége van. És ebből kimatekoztam, abból, hogy hányan kaptak Sinopharmot Magyarországon, és abból hozzávetőlegesen hányan 60 év felettiek, hogy 50 ezer embert magára hagyott a kormány. Mert ugyanekkor a tegnapi kormányinfón azt mondja Gulyás Gergely, továbbra is köti az ebet a karóhoz, hogy nem adunk harmadik oltást, nem foglalkozunk ezekkel az emberekkel, és a szakértők, akik bölcs, meglett professzorok, nem tudnak jobbat mondani, mint hogy indulj el a román határ felé, és vedd fel Romániában a Kolozsvárot, Nagyváradon, bárhol, vedd fel az oltást. Erre mondta Gulyás Gergely két hete, ugye, hogy nincs ilyen folyamat, nincs ilyen jelenség. Jó, ebbe a szerkesztőségbe naponta tucatnyian telefonálnak. Most már van konkrét szám is, mert a Lukás Csaba kollégám utána járt a történetnek. Mondjátok el, miről van szó, mert nem csak arra a puska legyen hogy, föld a falon. Hogy elterjedt a hír, hogy viszonylag sok magyar, aki kínai oltást kapott, és vagy megnézette, és valóban nem volt antitesttermelése, vagy nem nézette meg, de tart tőle, Romániába megy ki, hogy felvegye a harmadik oltást. És, vagy Erdélyben. Mert ugye Magyarországon nem foglalkoznak ezzel. Jó, hát igen. Szóval Magyarországon ez nem téma. Hát ez egy akkora tabu téma. Hát nyilván, ha van, amit a legutolsóként fog elismerni, nem fog semmit csinálni. Az pont az lenne, hogy ismerni. A kínaival esetleg gondok lehetnek. Csaba beszélt majdnem azt mondom, hogy a erdélyi minisztériummal, látod, összezavartál. Nem, jól mondod, én azt elfogadom. A megszállt területen lévő megszálló kormány minisztériumával. Egészségügyi minisztériumával, ahol... Szóval idézettek a régen. Ahol pár óra múltán küldték az adatot. Nem az volt, hogy tilos, meg két hét, meg fordulja,
Utána nézünk, olyan 800 fő, aki eddig átment Erdélybe. A 800 nem létező fő, ugye? Nem tudom, hogy most írta meg a Csaba, hogy nem láttam. Ingyenes. És kapsz róla a vakcinát? Persze. Iratot, dokumentumot? Úgyhogy igenis, mennek a magyarok beoltatni magukat Romániába. Ez az egyik. A másik az, hogy... Bocs, mondd. Hogy én tegnap voltam felvenni az első voltak, azt nem én itt Budapesten. És hogy hát mindenből választottam volna, én a Pfizert választottam, de mindenből. Sputnikból is van egy-kettő, de igazából már nem. Mint a kávéházban. Abszolút. Tehát, hogy senki, tehát alig voltak. Tehát én 9-re voltam, 3-4-9-kor beestem már, egy perc múlva már jöttem ki. Tehát hogy nagyon kevesen voltak, ez az egyik. A másik az, hogy nagyon megállt ugye a folyamat. És ebben benne van persze a lélektan, és nem a magyar lélektan, ez egy teljesen természetes dolog. Azt kérdezi tőlem az ismerős, hogy most mész, te hülye. Most már mi? Beoltat, te most minek már mehet szabadon bárva. Mondom azért, mert hogy ne kapjam el a betegséget. Ja, és mit tudod, ja. Tehát annyira erről szólt az egész, hogy a kedvezmények, a húzék, a rendszabályok, a szűkítések, hogy ne zárjuk be, hogy nyissunk ki, hogy eszébe se jut az embereknek, hogy nem erről szólna az oltás, hanem arról, hogy ne kapd el a betegséget, ennek ne terjeszd a betegséget. És hogy még egyet, csak ez egy kis kedves kis valami, annyit hába, meg hőbörögtem már itt ebben a műsorban, hogy furcsa új arcomat mutattam. Hogy... kijöttem, és olyan gyorsan kaptam meg, hogy így még nem is dolgoztam fel. Tehát én kezdtem volna stresszelni magam, mikor már kint voltam. Tehát szerettem volna stresszelődni az oltásra. És így mentem az utcán, és így néztek emberek, így bámultak az arcomba. Szóval mi a bánat van, mondom, hogy tegnap még szőrös voltam, de hát mondom, annyira nem durva a dolog. Meg hát milyen jó képű? Rajtam maradt a maszk. Igen? És mentem az utcán, és így bámultak az emberek, ki ez a barom. Egy héttel ezelőtt még fordítva lett volna, hogyha maszk nélkül megyek, akkor ugyanez lett volna. Hát volt olyan, hogy mentem be a boltba, és egy picit fáziskéséssel raktam föl a maszkot, és már így... Most meg azért bámultak, de ennek nincs semmi ízi apropója, semmi tanulsága, csak mondom, hogy milyen fura az ember. Azért annak az ízét ízlelgessük meg, hogy a magyar kormány, ugye, amelyik azt mondja magáról, hogy ez egy büszke és erős ország, és a nemzeti szuverenitás számára a legfontosabb, mármint a kormány számára, hogy azt érvényesítse, az 50 ezer embert magára hagy, illetve arra hagyatkozik, hogy majd úgyis kimennek Romániában, akikkel ugye van némi történelmi múltunk, és majd ott fölveszik az oltást az 50 ezer ember, amelyet a magyar kormány azt mondja, hogy nem létezik ez az ember mennyiség. Azért ennek ízlelgessük az ízét. És még egy dolog, egy érdekes kulturális dolog. Tegnap Bicskén a postán föl kellett adnom egy levelet. Egy bácsi maszkban volt, ő volt egyedül maszkban a postán, és oda megy hozzá egy fickó, hogy maszkot le. Mondom neki, miért szól bele, hogy ő miért fáj magának, hogy ő most hordja azt a maszkot, vagy nem hordja, hogyha hordja, miért fáj magának, hogy nekem kellett megvédeni a bácsit. És még egy kulturális dolog, a kínai negyedben ebédeltem ma, ott gyerekek az összes kínai, mindegyik hordja a boltban, az étteremben, mindenhol hordják a maszkot. Az utcán is, ők az utcán is. Igen, az utcán is. Ők az valóban. Erről lehet megismerni a kínaiak. Nagy kultúrás, sőt, aki járt egy ilyen nagyobb kínai iparvárosban, megért, hogy miért, mert hát harapni lehet a levegőt, akkor a szárazanyag tartalma. Tehát elemi egészségügy, ezért rá lehet szopni Kínában gyorsan a maszkot. De hát ezek az emberek itt élnek x éve, évtizedek óta. Másképp az ázsiai turisták egyébként, ázsiai turisták is, még a Covid előtti időben is rendszeresen maszkba jártak. Balázs megjegyzéséhez szeretném hozzáfülni, hogy milyen mélyen igazad van. Engem ebben a sztoriban egyrészt, tehát ebben a történetben egyrészt az rendít meg nagyon, hogy a magyar társadalom egy jelentős rége nemzet társak. Ugyebár egy jelentős része tényleg addig abszolút passzív, vagy hogy is mondjam, közömbös, amíg nem ő hal meg, ha meghal persze már nem közömbös, mert ő nincs ott. 30 ezer honfitársunk ment el azért, mert gagyi az egész rohadt egészségügyi rendszer. És hogy mennyire elképesztően közömbös, ha nem érintett, ugye eközben csinálják meg azt a bulit, hogy kérem tisztelettel, nem kell a házi orvosi praxishoz, most már diploma meg izé. Egy olyan helyzetben, amikor az országos mentőszolgálat
Csak úgy tudja megszervezni az ellátást, hogy össze-vissza, illetőleg lényegében Budapestre centralizálta a mentősök és a mentőtisztek egy jelentős részét ez alatt az egész Covid balhé alatt. Szóval amúgy meg, bocsássatok meg, a miniszterasszonyról elfeledkeztünk, a cseh, hogy hívják? Novák Katalin, ja, hülye vagyok. Ugye, aki azt mondta, hogy az államnak nincsen dolga azzal, hogy harmadik oltás. Annak az államnak, amelyik egyébként felelősen és kizárólagosan dönt arról, hogy milyen oltást kapsz. Kizárólag ő dönt erről, és ő az én államom, aki azt mondja, és állítólag egyébként baromi nagy felelősséget visel, minden magyar felelős mindenért, hát kivéve azt, aki egyébként nem a NER-nek a tagja. Amúgy meg vitatkozom veled, Balázs, nem elég. A román állam volt szervezésében Romániába és Erdélybe is eljutott oltóanyagot kapják meg az én honfitársaim, akik odáll. De ezt nem is értem, hogyha nem kell hozzá román személyi igazolvány? Nem kell, uniós állampolgár vagy megkapni. Jó, értem. Egyébként Novák Katalin, én is hadd egészítsem ki, amit mondtál, Novák Katalin nem csak ezt mondta, amit te most visszhangoztál, hanem azt is mondta, hogy az ellenanyagméréssel sincs dolga. Igen. Ellenanyagméréssel sincs, mert, várjál, indoklás, mert hogy túl bonyolult mutatvány, ezért az állampolgárok oldják meg. Tehát az állam azt mondja saját magáról, hogy az neki túl bonyolult megoldani, ezért lepasszolja az állampolgárnak, akinek se eszközrendszere, se tudása semmilyen. És ő oltott be, arra nem beszélve, egyébként, hogy a legolcsóbb teszt 11 ezer forint, a sejtes immunválaszt mérő teszt az 59 ezer forint. Miközben jól átgondoltam bűnszervezetben, az egész magyar társadalmat átverték a Sinopharmmal, meg a Sputnikkal. De miért kellett, hogy Sinopharmot kapjanak? Hát mert azon keresne. Persze. Azért konkrétan beszartam most tegnap az egyik televíziós műsorban, azt mondja, egyik nagyon kedvelt, még mai napig is kedvelt kolléganőm azért azt mondja, hogy az nem bizonyított, hogy ott loptak. Hát már bocsika. Milyen bizonyíték kell még? Hivatalból el kéne állni az ügyésznek. A kínai állam és a magyar állam közé beraktak egy céget, ami nem csinált semmit, csak kivett belőle 17 milliárd nettó hasznot. Gyerekek, egy év alatt. Folyatnék még annyit, hogy... Az egész dolog alapvetően kommunikációs szempontból érdekli a kormányt, a járvány. Az az egyes számú aspektus, miből jön ki több kommunikációs haszon. Azt mondjuk, hogy a Sinopharmra kell a harmadik oltás, az rossz fényt vet ránk. Tehát nem mondjuk. Ha azt mondjuk, hogy olyan nagy vonalak vagyunk, hogy ajándékozzuk az oltást ingyen Bosznia-Hercegovinának, meg nem tudom én kinek, akkor az jó fényt vet ránk, tehát mondjuk és csináljuk. Semmi más nem számít. Jó, csak két dolgot még. Emberéletről beszélünk. Értem, de mivel azt is sikerült. Oda? De a mérések visszaigazolták, amit Sándor is mondott, hogy a magyarok nagy többséget, vagy inkább úgy mondom a Fidesz hívők nagy többségét nem zavarta 30 ezer halott. Kormányzat népszerűségén nem látszik. Hát ez borzasztó. Volt egy pár még két dolgot mondani. Az egyik, hogy nagyon meghökkentett, illetve nagyon örültem, hát félre ne értsetek, de ez a, hogy végre egy valamelyik komoly, tehát egy szeriős sajtótermékben valamelyik tisztességes egészségügyi szakember, vagy professzor, vagy nem tudom már ki, megmondta világosan, hogy tavaly leállították az egészségügyet a járványra hivatkozva, ugye? Most ezt mindenki elfelejti. Tehát az egészségügy egyéb szegmensét leállították. Azt is, mi is lazán elfelejtik, ugye a kormányzati kommunikáció nagyon jól kamatoztatja azt, hogy emelték az orvosok bérét. Azt nem mesélik el, hogy tavaly micsoda bérveszteséget szenvedtek el azoknak az egészségügyi alágazatoknak a dolgozói, akik nem estek a járványba. Tehát egy csomó leállított szakrama szakrendelés nem dolgozott. Ez a nővérnek azt jelentette, hogy leürültek az oszták, nem volt tűlóra, nem volt a sokat szidalmazott hálapénz. Egy csomó egészségügyi dolgozónak a bére súlyos veszteséget, tehát súlyos negatívat írt tavaly. Ez az egyik, hogy erről végre beszélünk. Tehát, hogy igenis az egészség... Hogy beszélünk? Hát le vagy maradva egy brosszul. Végre. Milyen végre? Le vagy maradva egy brosszul, több brosszúrával. Két nap óta nem arról beszélnek, drága Janó. Most az, hogy egy professzor mit mondott, hát hogy elcsök. Azt két nap óta arról beszélnek, hogy 3900
alkalmazottal több van, de nem más. Ne tedd ezt félre, az, hogy egy bánatos bagoly azt mondta egyébként, hogy izé, az körülbelül kitörölheted bele az akármire. Tovább megyek. Hát egyébként az a hülye állampolgár, aki elmegy a kórházba és kidobják, annak is hiába mondod. Ha még annyit akartam, aztán tényleg ez az utolsó, hogy a ugye közismert álláspontomat illusztrálta a DK egyik egészségpolitikusa tegnap, amikor azt mondta, hogy majd jövőre átveszik ugye a kormány, és majd 3-4 év múlva 500 házi orvost fognak küldeni szanaszét az országba. Hát csak jelezném, hogy pillanatnyilag a nyers tény az, hogy kb. 700 ezer magyarnak nincs házi orvosa. Ez azért fontos, mert a miniszterelnök úr elmagyarázta, hogy majd a házi orvosok megkeresik a még nem oltakozott 60 fölöttieket. 700 ezer magyarnak nincs házi orvosa, de a miniszterelnök úr már látja, hogy majd megkeresik ők. De az ellenzéktől meg azt remélhetjük, hogy ők 4 év múlva elővarázsolnak 500 házi orvost, nem tudom honnan, a cilinderből, vagy honnan, amikor házi orvosok, tehát nem 500, sokkal több fog nyugdíjba menni, mert olyan öreg a házi orvosi gárdája az országnak, hogy katasztrofális. Na csak ennyit akartam. Csak volt a kínairól, mert ez hogy miért is kellett a kínai. Egyrészt valóban azért, hogy ezt a kis 17 misit, ugye most már milliárdot hívjuk misinek. Ja, már értem. 1700 az emoji se tudta. 17 ezer a misit. Szóval, hogy azt ki tudják kapni ugye így se perc alatt a rendszerünkből, mert miénk. A másik meg azért, mert ugye volt ez a rövid távú oltakoztatási Európa-bajnokság, kommunikációs Európa-bajnokság, ezt meg kellett nyerni. Ezzel fették le a 30 ezer halottat, meg az, hogy amiket mi megírtunk, meg elmondtuk, hogy milyen állapotok vannak, hogy halálra kellett ítélni betegeket, mert nem volt elég alkalmazott szakápoló a gépek mellett. Azt mondták, hogy ő mehet gépre, ő sajnos nem tudjuk ellátni. Halálra ítéltek magyar állampolgárokat. Milyen lehet egy orvos? Minden magyar felmos, minden magyar él, ugye? És azért, mert a kormány régóta ezt csinálja. Azt is, hogy görény, várjál, ez a 30 ezer, ez Covid halott. Igen, de régóta ezt csinálja, hogy ha olyan téma, akkor... De csak addig érdekes, amíg teljel. Csak utána addig, úgy dobják el. Van most szó arról, hogy hol tart a magyar átoltottság? Mert megnyertük, átszakítottuk a rövid távot. Csak mondjuk ez nem 100 méteres verseny, hanem 400 méteres verseny. Azt mondta Orbán Viktor, hogy minden meccs addig tart, amíg mi nem győztünk. És akkor azon kihirdett, hogy mikor győztünk, és akkor vége. És a futballmeccs a 13. percben. Azután így szól róla, hogy akkor hol is tart a magyar. Egyébként volt egy pár hét tavasszal, nem tudom, hogy ti felfigyeltetek rá. Volt egy pár hét, amikor nagyon be voltak tojva attól, hogy mi lesz ezzel, amikor a harmadik hullám elkezdett nagyon meredeken fölfelé, hogy mi lesz ezzel a halott számmal, hogy ez azért tényleg probléma. És aztán láttam egy nagy kőleesést a szívekről, a fideszes szívekről, amikor látták, hogy nem érdekli az embereket. Ha meg volt a nem válasz. Megvan a válasz. Nem érdekli az embereket. De ugye megcsinálták a válasz, bár én bélhetetlenül szomorú voltam, hogy miért fasz vagyok, de mindegy. Csak megrázott, amikor Gerő Andrástól hallottam először, és olvastam egy nagy cikket, emlékszel rá, biztos, hogy emlékeztek rá, hogy megírta, hogy na jó, hát ez az egész persze azért van, mert a magyar állampolgárok olyan szar egészségi állapotban vannak, és annyira nem törődnek saját magukkal, és annyira rohadt életmódot folytattok ti, magyarok, hogy ebbe haltok bele. Igen. Schmidt Mária, az mit szóltok? Mit lehet erre mondani? Ja. Tudjátok, az jut eszembe visszakanyarodva így az első körhöz, hogy... Én egyszer felhívtam telefonon, képzeld el, mint műsorvezető. Schmidt Máriát? Igen, amikor a szabadfogást először összeraktuk, és akkor ki volt adva a feladat, hogy mindenki írja fel a fideszes ismerőseit, hogy jönnének-e a műsorba. Tudod, mert ugye az volt a kitalálmány, hogy szélső jobbtól szélső balig, vagy itt valami, igen. És én még szélső jobbos. Te szélső jobb voltál, akkor ott a szélső. Nem mertem mondani, de nagyon a nyelvem hegyén volt, hogy akkor te voltál az. Én is így mondtam, hogy hát milyen szélső jobb az, ahol nem személyesen az ismerősöm, de hogy... Nekünk szélső jobbosból is csak ilyen jutott. Na, bocs, ezek a poénkodások. Igen, merő tisztelet. Na, és akkor nekem is mit mások mellett, akikkel te beszéltél, akkoriban még én is hívtam, és mondták, hogy hú, ez a legnagyobb izé. Tehát akkor az volt a legnagyobb vétek, amit a Fideszen belül el lehetett követni, hogy a Simicskának a bármilyen, bárhova mész, hiszen akkor már túl voltak a gépnapban, igen, és a többi. És nekem a Schmidt Mária is így eszembe jutott, hogy hát milyen egy elég bátor asszony, hát ha eljön a műsorba. De Schmidt mondott? Schmidt mondott? Ez jó vicc. Semmit. Hallottam átérbe, hogy mondta a titkárnőjének, hogy nem vagyok itt. Mi? Nem vagyok.
Tudjátok, azon gondolkodtam, amikor a melyikötök mondta, hogy mennyire más volt a 98-as kormányzás a Fidesz részéről. Hát mindannyian tudjuk. Egyébként amikor... mégiscsak szólnék valamit, amit mondtál. Te kérdezted a Schmidt-Marit. Nem, én, hogy azért ne söpörjük le ezt a dolgot, csak így ilyen egyszerűen. Van azért, ugye az őrült beszédben is van valami érdekes mindig. Azt én nem tartom egyáltalán kizártnak, hogy mondjuk az Unió nem ebben a struktúrában marad, és mondjuk nem ezekkel a statutumokkal, csak ők ezt győzelmi jelentésként adják elő, ami nekünk rettenetes kudarc lesz, mert úgy basznak ki minket, mint a macskát szarni. És össze fog állni egy nagy régió, tehát nem kibasznak, mert egy ugye erre nincs lehet. Egy belső unió, meg lesz de egy külső jó, unió. De hát figyelj ide, annyi, mert van tőlem annyi egyébként szervezeti innováció nyilvánvalóan bennük, és ezt tudják formalizálni is különben, külön összeállásokkal, és pedig, mi pedig ott leszünk a periférián és a halálfaszán. Elveszítjük a jelentőségünket, Kína és Oroszot, bocsánatot kérek, elveszítjük a jelentőségünket. Nem leszünk érdekesek se Kínának, se Oroszországnak, se az Uniónak, majd Bielorusszal fogunk üzletelni. Még annyit, hogy azt jutott eszembe, hogy ha már Unió... Azért még egyet engedjétek el. Kiélem magam. Amit a Sándor mondottam, hogy annyit hadd tegyek ez az utolsó, hogy még csak nem is fog senki sajnálni minket. Ja, de... Mert eljátszottuk az összes szimpátiát. Szóval, hogy ha már így az Unió szóba került, akkor még egy kicsit visszamenve az első témára, azért az Unió is mindig beleteszi a magáit a történésekbe. Azért milyen csávót sikerült jelentéstévőnek kiválasztani, nem? Tehát, hogy nehogy már véletlenül a fontos dolgokról, meg a vizéről, hanem arról legyen szó, hogy egy bosszú pornós szerencsétlen fog Magyarország jelentést tenni. És ha olyan lesz a jelentés, hogy az utolsó bötéig igaz, akkor is azt fogják tűzni. Meg azzal együtt, bocsánatot kérek, az, hogy egyébként a fake news sajtó mondjuk adasztul egy polgárról, akit egyébként Máltán a választók delegáltak a parlamentbe, hogy itt mit mond, azt minimum elosztom kettővel. Ne hozzá, mert én elolvastam a... Mit? Hát a máltai üzét. A népszuverenitás jegyében azt tudom csak neked mondani, öregem, hogy megválasztották. Szájjel is parlamenti képviselő. Hát akkor mit elégedetlenkedsz Orbán miatt, Sanyi? Megválasztották, nem? Jó, ne, attól még elégedetlenkedek, de nem adnak az alapját. Én még a bosszú pornos miatt elégedetlenkedek. Szíttam, hanem az Uniót, hogy tényleg ezt az embert sikerül megtalálni a feladatra, akiről kint pontosan tudják, hogy milyen a múltja. Mert ugye 4 évig eldugták Máltán, mert a saját pártja is úgy volt vele, hogy azért ez már egy kicsit izé. Aztán jó káder volt, befutott az parlament. Tényleg őt kell kiválasztani erre a feladatra. Tehát aki hogy értsék a nézők is, akik nem olvasták az alapjét. Most én is műsorvezető vagyok. Mert hetero bosszú állás az más. Tehát az történt, hogy egy olyan Máltai... Egy perc néma csend, mert azt mondta a Csintalan szakkolléga, hogy jó igazatok van. Mondtam, na. Nem, viszont. Nem is hallottam ezt. Szóval az történt, hogy egy olyan fickó írja az uniós parlament jelentését a magyar homoszexuális és pedofil törvényről, aki korábban úgy állt bosszút a saját kedves barátnőjén, hogy a saját... Nem. Nő és nő. Nem. Nő és férfi. Hetero. Vannak még heterók. Még vannak heterók Máltán is. Sok erre is szom, igen. Szóval, hogy úgy állt bosszút a barátnőjén, hogy nyilvánosságra hozott a barátnőről egy szexuális tartalmú felvételt. Így állt bosszút, és ezért el is ítélték. Szóval Máltán. Mindezeket összefoglalva... Azt hiszem, hogy ítélték el Máltán egyébként, mert az utolsó pillanatban itt ott a kavarás volt, de a bíróság azt mondta, hogy annak ellenére, hogy minden jel arra utal, hogy, és akkor ezzel tudta ő folytatni a... Tehát igazat adott, figyelj, igazat adott, és megadta a szót a műsorvezetőnek. Igen, teljesen kicserélték. És még a vidéki levegő, ami még nincs is egyébként, és a vidéki levegőnek a ígérete, és már ilyen jó hatással Pista, van. Itt átbeszéltük adás előtt is, meg most az egész adás arról szólt, hogy sajnáljuk ezt az egészet, hogy idáig fajultunk, meg ilyen népünk van, aki így reagálja le a közéletet, meg a politikát. Nem lehet, hogy Orbán Viktor 2002-ben azt mondta, tudjátok mit, visszahoztátok az eddigi elnyomóinkat egy ilyen 4 év után, ami tényleg egy sikeres 4 év kormányzás volt. Én innentől fogva szarok mindenkire,
csak kaparja meg, kaparintsa meg még egyszer a hatalmat, és na majd akkor jövök. Hát de pontosan tudjuk, hogy ezt mondta. Azt mondta, hogy ha ezeknek a Kádár rendszer kell, akkor én Kádárabb leszek Kádárnál. Konkrétan tudjuk, hát egy frakcióülésről 10 évvel Attila 10 évvel később, vagy 12 évvel később. Én meg magamtól kitaláltam. Te, na, hát jó, hát vagy annyira ügyes és okos, mint Körömi Attila. A Simicska féle Magyar Nemzetben megírta x pár évvel ezelőtt. Igen, a frakciólésről ezt a bulit. Hát ez kiről akartál kérdezni, amikor... De azt én nem hiszem, hogy egy küldetés tudata Orbánnak. Tehát az Európa megmentése... De. Nincs, már nincs. Minden máz. Én meg vagyok róla győződve, hogy minden máz. A fő cél az a pénz, és a hatalom is azt szolgálja, hogy a minél nagyobb vagyon fölhalmozása. Csak ez lett. Minden máz. A kereszténység, az Európa megmentése, minden. Jó, ennek egy zsákutcában van. Nyilván bukni nem akar, ennek a zsákutcának logikája van, mert nem lehet visszafordulni. Ezt a spirált tekerni kell. Ennek van egy pszichológiája, ez most már mindegyiknél ez történt, minden ilyen zsarnoknál ez történt. És mit Máriáról akart kérdezni? Nem, már csak, hogy az Orbán kiszedett egy szereplőket a rendszerváltásról készülő filmben, és Orbán Viktort megberakta. Nekem sokkal jobban Sztálin voltak emlékeztek, meg Lenin mellől. Lenin mellől minden öt évben egy a keresett szereplő volt mellette az Aurórán. Beszélj Orbán Viktorról, aki úgy vett heti lapokat, hogy nem is volt. Ja. Igen, mint később. Meg nem fizette ki. Sok mindenről beszélhetnénk, drágáim. Meg nem fizette ki. Vagy beszéljünk Gulyás Gergelyről mégiscsak, aki mekkora cinikus. Jaj, kitaláltam én egy szlogent, a G1G. Igen, ami ugye azt jelenti, hogy Gulyás egy Gergely. Gulyás egy Gergely. Na, milyen kis rafinált. Hát akkor jövő hétre Pista megbízunk, hogy még egy szlogent kitaláljál, mert hogy jövő héten Pista fog itt ülni. Mindannyiunk. Berekeztem ezt a jó kis beszélgetést. Berekeztem. Nem, ünnepi pillanatban búcsúzunk el. Sanyi tényleg átrakott buthává. Úgy hasonlít rá, de tényleg. És te ebben a fenkölt pillanatban búcsúzunk el. Jó? Jó, csak azt mondjuk előtt. Hogy legyen egy lenkölt pillanat is. Hogy a Magyar Hangot megint sokadjára ismét nem engedték be a kormányinfóra, és ugye a kollégák voltak annyira kollégák, hogy megkérdezték, egyrészt feltették a kérdéseinket, vagy kérdéseinket, másrészt meg megkérdezték, akiket beengedtek, hogy miért nem engedik be, és ugye Gulyás Gergely azt sikerült erre összehoznia, hogy nem elég az olvasottsága a lapnak. Mondjuk önök tehetnek róla, hogy Gulyás Gergely pórul járjon, és akkor olvasottsága legyen a lapnak, hogy már ne tudjon minket kitiltani. De jelenleg is második legolvasottabb. Ez egy kamu volt, és hogy mennyire cinikus ez az ember, te jó égtelek, hogy azt mondja, hogy... Ja, és még azt is hozzátette, hogy hát önöknek, amikor kokban voltak, bejutottak, voltak olyan szerencsések a kormányinfóra, hogy hát önöknek köszönhetően annyit pörög itt a Magyar Hangnak a neve, hogy itt jobban járunk, mint hogyha bejutnánk. Mindezt akkor, amikor Orbán Viktor leslattyog újságokat venni, hogy mekkora sajtószabadság van. Tehát ez a NER. Majd megadja a szót a Magyar Fórumnak, akit valószínűleg nem olvassák. Hát ők név szerint ismerik az összes olvasóit. Hát a Figyelőt is sikerült olyan 2000 példány számig feltornázniuk, ugye olyan 10-ről hatalmas munkával, ha már Schmidt Mária egyébként. Én közben elbúcsúzom, viszont látom.